Na, nem ment el végül is ma, 4 óra, átállt az időmet, az internetet bütyköltem, és aztán hívott a pompás ember, vissza kellett hívjam. Meg itt videókat töltöttem, meg csináltam, meg mondom, most már nem szepletek a nap végén, mert 4:45-ig oda kell érni a mulchinghoz. És előbb meg akartam állni, csomagot ledobni is lózba, úgyhogy hagyom hónapra valamit csinálni, melyek egy kicsit még nyírom a füvet. Hú, az aksit ki kell a motorba cseréljem, hogy az is legyen lerendezve. És mit kell még csinálni? Épp egyet faltam, és már ugye falni is kell közben. Úgy unom, hogy az időt azzal is kell tölteni. Olvassol, meg evéssel, meg ilyen hülyeségekkel. Ápocsékolt idő. No, unboxing. Tali van mindennel, kihányok mindent a házból, ideállok a dump truckkal. Felhányok mindent, s melyik a szemétre leürítem. Rocky, mit szólsz? Most kárt fel, Rocky. Aludj mind az állat. Funboxing. Ha? Jó fajn kábel, ha? Mióta vagyok ma nára, tá? 7 cent csürkéit. Na. Ah, egy nem pukkott ki. Ah. Hát azt meggyékoltam az egészet. Már ide a szemétbe. Ez a szemetes ládám. Egyelőre. No! Mióta vagyok gyerekek, már egy jó, kemény, hosszabb bittóra. Egy 12 gauge-esre. Ha, üzenet. Jó keményre, értette, de már lehet kapni olyan Walmartosok. Lehet ott is kapni vastagabbat, de az átlagos, ami van, az 14 gauge-es. És most ugye megvan a láncfűrész, az elektromos. És mondom, hogy vegyek egy jó izét hozzá, 60 dollár volt Amazonról. Na mi a? Field Nation Fort Myersbe. Mit akartok? Laser printer, 60 dollár. Hónapra. Mi a baja? HP M602-s Low Maintenance Kit. Part Ordered Maintenance Kit. Ah, oké. Okay. Ez nem rossz. Kivéve valami nagy bazim. Ah, nem nagy printer. De a nagy másológépekkel nem foglalkozok. Pain in the ass. Oké, 3 var fizetésre, 170-65. Na, mi van? Laser. Bonita Springs. Ez volt, ez nem is ez volt. Low voltage, hol vagyunk? Hanyas volt? 710-es. Ez nem is az. Nem, melyik volt az? Oké, okay, ez nem ki. Hol van az? 710-es. 60 dollár fix, másik 30 fix. Ah, shut the fuck. Currently unavailable. Hát akkor mi nem hagytuk békén? Na mindegy. Nem kell munkót, se elegem volt. Na jó. Dobjuk be az aksit. Fully charged, fel van tőtetve. Az automot többet nem ocskoljátok az Istenit neki. Most is kommenteltek, hogy vacak az autó. Hogy lenne vacak? Nem elhordta a sok izét, fődet. Nem hordja a múcsot. Kicsit szarakodik lószor, hát aztán megjavítsuk, hogy képzelitek ki ezt. Vegyél 7000-10000 dolláros autót. Honnan? Nincs pénzem.
Nincs annyi pénzem, sem annyi. Nem, van 1100 dollárom jelenleg. 800 dollárra kihozatom a betont, és el van fogyva megint. Jó, hogy most jön a pénz, ugye, mert kicsit jobban jön a pénz mostanában, mert dolgozom a számítógépes munkákat, de hát én is kell valami bős beléfektetni a farmba, s mindenbe. Nincs, hogy én vegyek 17-10 ezer dolláros autókot. Mit gondoltok, hogy ha le lett volna, akkor vettem volna olyan, csak akkor nem kéne javítsak. De olyant veszek, amilyen meg tudok engedni magamnak. Kapissi? No. Ez csak úgy zárójelbe. Rocky. Segítesz vagy nem? Jó, a szomszédok tüzelnek. Büdös. Büdösek azok a fák. Fakia. Hogy vagy öreg? Legyek járnok. Pocsolyába mégy szökszörök ki belé. No. Sok tyúk bén. Hogy a rákból veszed ezt ki. Minek van az itt? Kicsit felhúzhatta volna. Mi a szar? Oké, ez csak egy ilyen izé védő. Ah, oké, kettő volt, jó. Sealed battery, no maintenance. Ja, hát amit vettem, az is olyan. Ez egy kicsit, mintha fokosabb lenne, vagy nem? Ugyanaz a szám, nem is néztem az aksi számot, 12BBS. Na, de nem is írja. Na mindegy. Akkor egyenek itt van, hol az a csavarhúzó, minél elébb a kezembe való. El kell ezt a... El a büdös az a füst. El kell ezeket költöztesse minden, kitakarítsam, és rendbe tegyem itt, hogy legyen hány mozogni, amikor hozzá ki ugye a betont jövő pénteken. Ezeket az összes cuccot elrakom innen, azt se tudom hova, oda hátra valahova. Ja, itt is legyen háj. Mindent fasz kell rakni, egyik hárul a másikra. Belül van egy ilyen izi pasztilla. Azt majd kiszedem utólag. Oké, hát akkor ezen volt egy, és kettő. Ez a mínusz. Te vagy a plusz, jelen meg a mínusz. És addig megyek, amíg van bennem szusz. Megcsipett egy szúnyog. Rák a belit. Kicsit fel van az itt lazúva. De az úgy beli van az a csavaros, de az vagy jobb, ha hozzá se nyúlok. Jó, van az úgy. Na. Oké. Jöttek vele új csavarok, de régit visszateszem. Tegyem az újat. Mit röfögsz, öreg? Mi a rák? Ez mi van itt széte? Jőve. Nem figyeltem oda, de gondolom ezek össze voltok csavarva. Ah, oké, itt van a biztosíték, te. Itt kéne legyen a biztosíték. De hol van? Ah! Hol is van? Kivettem volna múltkor, mikor itt bütykőtem vele. Mit bütykőtem ezzel?
Ó, ja, a GPS-et köttem be. Kivettem? A ki volt égve, azt hiszem. Na mindegy, de ezt jó volna leszigetelni. Itt van az a plastidip. Na, akkor hogy volt, ha lát kavar egy itt össze? Tehát a pirosra plusz itt mutassa, ez a két szál. Jön balra a pirosra, pluszra, és akkor a másik fel ennek negatívra, és ez a negatívra. Oké. Egyszerű. Hol van a GPS dugasza? És nem GPS, hanem egy ilyen tőtő, 12 áram dugasz, minek francnak hívják. Szivargyújtó, bullshit. Ettől kiféri az aksi. Na! De 12B! 12B! Hát ugyanakkor. Pont jó. Na! Ki kell piszkálni ezeket a szarokat. És belé taszigálni ide. Várja, várja, várja. Miért volt az egyik felülről és a másik ódából? Piros út, ó, felülről sem. Fekete oldalú, nem mindegy végül is. Ez felül. Hova ül fel? Tyúk belak. Nincs gáz. Akcsi. Akcsi. Elépe! Hallom valami nagy zajt, három fekete helikopter itt ment el a fejem felett, alacsonyan szálltak. Mondom, what the fuck, man? The government is coming after me. Jött a kormány a nyakamra utánam, hogy lekapcsoljanak. Nem. Mi van, kódus? Miért kódusz? Hm? Na menj arrébb, na! Dolog van! Na! Ezt tegyük alul vagy felül. Hogy volt? Mindegy. Úgy kell, hogy ezt reolásson a suskát húzni, nem? Mindegy, tedd be. Így nem jó. Van itt is két biztosíték, 30 amperos. De jó, na akkor egyet ide is tegyek, mi lám, hogy mit ír rajta, hanyas kell ide. Ezt le kell vakarjam a gumicsizmáról, egy kicsi oda égett. 75 amper, vagy nem lehet, na. 7,5 ampert kell az itt legyen. Ja, 7,5 amperes fused. Oké, kell ide vegyek egy biztosítékot akkor. A csiptárémet egy szúnyog. Na, de hát ezt jó volna leszigetőni. Nem tudom, ez miért volt csórén. Tehát szigeteljük már le, hogyha itt vagyunk.
ha valamit rá akarok kötni, akkor hova kötöm rá? De azt hiszem az azért volt. Hó van az a... Ja, vagy a rá is kéne most kössem egyúttól. Ha már annyira nekiálltam. Valahol itt volt. Tehát itt van a töltője, ez a GPS-nek kell, hogyha menjek valahova hosszabb útra. Hát bent van a házba. Na mindegy. Mindegy, kell a francnak GPS. Visszarakom most így, ahogy van. Mit tegyek rá? Azért akartam, gondoltam, bekötöm azt is. Az egy dugaszt, na nem be. Ez a szivargyújtó szar. Hú, a kezembe volt az egyik nap. Hát valahol itt van. Megint rendet kell csinálják, de az a baj, hogy egy fél napig tart, csak akkor megint rendetlenség van. Már nem kapok semmit, szét kell szedni, és nem fér belé semmi sehova. Nehova. Tudtam, itt volt valahol, nem vészel semmi, gyerekek. Na, ebben itt van egy biztosíték. És akkor... Ez végül is úgy van, ne van ajtócska, be lehet csukni, 12 voltos power outlet. És ez úgy lenne az igazi, a fasza mantos, hogyha vágnék erre egy likat. Értettétek-e? És ide belé siessteném. Tehát kívülről ügyesen belé csúsztatnám. És ide bepattan, és akkor csak ez a izé látszik ki a dugasz. És akkor csak így kinyitod, mikor akarod a GPS bedugod, bang. Nem muszáj végül is itt legyen. Tehetném akárhova végül is, a táskára is csinálhatnék egy lyukat, csak az igen hátul van. Kivegyek egy másik töltőt a GPS-hez, ha bár ki lehet ezt húzni. Felszerelem a táskára. Ha? Bédugom. Végül is ezt nem kell elé vigyem, mert a GPS-nek van hosszú kábelje, itt hátra tudom húzni. A legfaszább az volna, hogyha ezt ide valahova előszerelném, de akkor belé kéne tudjak a kábelbe, mert nem fog elérni. Ó, tudjátok meg mit láttam? Valaki ide szerelte a légszűrőnek a dobozába. De meg kell nézem előbb, hogy van-e háj. Akkor az lenne a legfaszabb. Csak az a baj, a kábel egy kicsit rövid lesz, mert fel kell vigyem az ülés alá, és odafogassam. Na jó, azt hiszem ezt a dugasz projektet következő kóra hagyjuk. Mert most nem fontos. Na félreteszem, beviszem a házbodat, teszem a GPS mellé. És... és az aksit helyre tesszük. Erre pedig teszek sima izét, sima szigetelő szallagot. Plastidippet nem teszek most. Hol van szigetelő szallag? Nehó. Darabot letépünk. Az aksit hova adjam le? Nem is adom még le. Kicsit megtartom, mert van itt egy csá, hogyha üzletből veszel aksit, akkor kell egyet vigyél, hogy leadja, ha nem, akkor pluszba kell fizess. És hogyha akarok mondjuk venni egy kicsit traktor aksit, vagy valamit helyi üzletbe,
A vallát azt is jobb, ha ebay-ről veszem olcsóbb. Végülis feldobhatom még a tőtőre, egy rekondicionálást adjak neki. De ma sok reményem nincsen. Na. Szigetel és... Ott van-e mind a két kábel, igen. Csavart húz meg. Oké. Okay. Gumi bugyi, miért nem mész rá? Na. És ezt a kábelt ide bégyűröm, de kell oda egy biztosítékot tegyek, na. 7,5 amperos hónap, ha úton leszek, akkor belépek valahova az autózomba, vagy valahova veszek egyet. Úgy, erre nincs olyan izi védőburok. Ezt már a felé tegyem. Igen. A kulcsot nem hoztam ki, hogy próbáljunk egyet. Pak, 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 pak. Valakit meglőttek. Na jó, van az úgy. Kihúztam itt, nem húztam ki semmit. Dugjak ide-vissza. Na jó, hozzuk a kulcsot, gyújtsuk be. És akkor majd visszateszem ezeket a szarokat. Valaki kommentelt az egyik videóm alá, hogy ne használj már annyit trágár szót. Miért ne? Annyit használok, amennyit akarok. Nem használok olyan sokat, nem hiszem, hogy hogy fasz kéne kapjatok ettől. Na! Jó. Hozzad a kulcsot, és hozzad ide ennek a csavarját. Bevittem a csavart, hogy ne hányódjon el. Jó öreg paripa, ne fémet. Rendbe szedünk. Kell csinálni egy láncfűrész unboxingot, tűtsek belé olajat. És csinálok egy tesztvágást. Pénteken kell vigyem Jameshez, vagy szombat, inkább szombaton, azt hiszem. Kulcs. Csavar, hó van, ide tettem. Lássátok, minden megvan, hiába, hogy rendetlenség van, de én tudom, hogy mi hó van. Megkapok mindent. Meg hátra s nyírom a füvet. Hónap kell vigyem a... Hónap kell vigyem a... benzines kannát. Hozzak benyót. Majd nem üres a kanna, már alig van egy kicsi a zaján. Mi a franc? Nem lett leresztetóva tankoltam a tegnap, vagy valamikor, most akkor azt se tudom, mennyi van benne. Úgy összefosta magát.
működik ez, gond, ez szó sincs. Hol van a szomszéd? Na mindegy, tegyem ezt vissza, és akkor átlépek, beszélek vele. Úgy látom, most jött haza, vagy most milyen el. Nem az öregek, akik tüzelnek, hanem a mással a fiatal gyerek. Ó, igen, ez véd itt ezt. Oké. Várjál, ez nem fordítva kéne jöjjön. What? Mit prüszkősz? Bolondlai. Hát ez inkább így kéne, hogy a szivacs menjen arra felé, hogy azt tartsa. Így volt, én most már nem emlékszem, de azt hiszem így volt. És akkor ez is jön így. Belejön a kábel. A kábel. Igen. Miért ott kívül menne az a kábel, hogy pont a közel legyen a kipuffancshoz? Szóval kívánkozik béde alája. Hát azt hiszem nem ment a helyére. Ez egy kicsit tokány szerelék. Ez a bekéne menjen. Lehet, hogy ez a kábel itt útban van mi. Felfelé kéne inkább. Hó nincs útba. Tegyen pont oda, vagy pont lefelé. Ja, így jó lesz. Oké. Na jó vagy-e úgy? Az olyat nem látom mondjuk, hogy mennyire van hány vagy nincs. De hogyha a teteje jó van, akkor mit tudom én, lehet ezek a kábelek ide belé járnak. Ha? És ez ide. Jó. Oké. Looks good to me. Kamera nem is volt jól állítva lehet. Akkor itt van a lik. Ezek béke menjen oda. És ez béke menjen oda, tehát három fogatási pontja van. Ezzel szoktam kezdeni lent, utána itt fent. És a végén a facsart. Persze ehhez izékel. Hexagon. Levegőszűrőt se cseréltem. Akarék már egy jó ideje. A fest belé felállítok. Ford fest. Hexagon kulcs. Annyi szerszám kell mindenhez. De van elég sok szerszámom, csak szana szét vannak, de ugye nincs hova tegyem őket, de összeszedem majd őket. Egy utóbbé nézhetnénk a légszűrőbe is mi a helyzet. Kösebb. Melyik lesz az? Milyen apró csavarokat tettetek? It's beginning to look like, not like Christmas. Jó. Meg kell ezt pucoljam, hogy tudjam tükörnek használni, ha? Eh?
Ja, azt hiszem ebben egyszer használatos levegőszűrő lesz. Nem ilyen mosható, tiszthittató valami. Abban biztos lehet hozzá kapni ilyen olajos cifra cuccokot. Tehát van egy gumipakolás körbe. Ajába egy kicsi homokó, de amúgy nem veszélyes. Mondjuk rég nem volt cseréve, úgyhogy reaférne már egy. A gumi igen mélyen ütött. Volt egy kicsit koszott belül. Ez inkább úgy hámlik a gumi, nem homok volt. Belül elég tiszta. Ja. Hát azért tál van eleget mocskosodva, dugulva. Most egy kicsit kirázom. Visszateszem, és akkor egyet rendelek az interneten. Szétnézek eBay-en. Ja, van benne pór, homok. Szétnézek, milyeneket lehet kapni hozzá. Valami, ami a performance-ot megbusztolná egy kicsit, ha? Belül van egy ilyen fém szűrő szita. Amúgy ez ilyen valami papíros, mit tudom mi. De ez úgy látom, hogy egybe cserélhető csak, de lehet, hogy ezt mosható, te. Meg kell googlözzem, hogy ez mondjuk kompresszorról még egy kicsit jobban ki tudnám fújtatni. Egyelőre most jó van így. Csak meg akartam nézni, hogy nehogy áll egy túl áll legyen duge szólva. Ez van egy két pecke van neki. Egyik idején, se a másik oda. Ugye? Jó. Ja. Oké. Okay. És ez állsz, mindegy, hogy csak épp a csavarok likon legyenek. Nem az zóna. Na jó, az idő most már kellemes. Menjek gyorsan hátra se. Meg rendet vágok a géppel ott. A jó árnyékos részen. Most az a baj, hogy a szúnyogok mindjárt jönnek ki. Bár egyre kevesebb van most, hogy hűvös van, de azért még van. Egy a seggemet most megcsipte az elép. Rák a belit. Na jó. Ki kell takarítsam az utánfutót. Ki kéne lépjek az utca végére. Megnézni, van egy csomag, és meg kell javítsam a postaládát, ember. Azt a tóvaját. Leszakadt az ajtója a postaládának. Most nyitott postaládám van. Neki kell a hajak itt is. Na. Meg kell fennem a masettit is. Oké. Okay. Kulcsot vett ki. Ja, most nincs időm foglalkozni semmivel, kell menjek. Kaszáljam a füvet, mert az a fontos, azzal kell haladjak. Kicsit a kamerát és a fejem elhagyhatom. Na, talán meg akarja nézni valaki, hogy kaszálok.
De kezdjünk új videót, mert ha nem ketté kell megint vágjam.